Be kell csuknod a szemem. Mióta zenélsz? Hú, hát pont most szerintem 30 éve zenélek, illetve azóta játszom gitáron, 4 éves koromban elkezdtem gitározni, a bátyám megtanított gitározni, és azóta egyetlen egy percet nem tettem le a gitárt jóformán. Akarnád-e, hogy a gyereked zenész legyen? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kisfiam 3 éves kora óta dobol. Tényleg a hihetetlen kategória, de az én közösségi oldalamon fent van egy videó, ahol látszik, hogy úgy kell majdnem, hogy csak előbb tud dobolni, mint menni. És hát ez az én egyik legnagyobb büszkeségem, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre, hogy együtt tudok zenélni a fiammal. Kedvenc előadó, kedvenc dal. Fú, hát nekem a kedvenc előadóm az mindenféleképpen Prince és Michael Jackson. Nem tudom, ők olyan inspirációt nyújtottak nekem gyermekkoromban, hogy az elindított egy úton, és mindenféleképpen őket sorolnám első helyre. Mikor léptem először színpadra? Hát a színpad nekem először azt hiszem, hogy 6-7 éves koromban, amikor az másodikon laktunk, és az erkélyre kiparancsolt a közönség, tapsoltak, kiabáltak, és egy 20-25 gyerek akarta, hogy játszak nekik. És hát az első koncertemnek talán az tudható be. Kimentem a lakótelepi erkélyünkre, és ott nyomtam egy 40 perces koncertet, úgyhogy nagyon szuper volt tényleg. Melyik dal volt az első, amit elénekeltél? Hát nagy valószínűséggel valami autentikus cigánydal lehetett, mivel az édesapámnak volt egy cigánytáncsoportja, amiben én beleszülettem, egy 60 tagú, ahol énekeltek és táncoltak, úgyhogy valószínűleg egy cigánydal lehetett az. Melyik külföldi előadótól menekülsz, ha meghallod valamelyik dalát? Pú, ilyen kérdés, nem is tudom, hogy van-e ilyen. Akit annyira nem szeretek. Fú. Nem tudok ilyet mondani. Bocsánat, unalmasnak kell lennem erre ezzel a válaszadással kapcsolatban, de nincs ilyen. Milyen filmhős bőrébe bújnál szívesen és miért? Hát most itt a Pókembert kell mondanom, mert valószínűleg ezt a kis valamit fogja nézni, és nálunk óriási nagy Pókember rajongás van, és ha nem bocsátaná ezt meg a fiam nekem soha, hogyha most nem is mondanám, és egyébként is ő a legmenőbb. Úgyhogy mindenképpen Pókember. Mit tennétek meg azért, hogy bekerüljetek a döntőbe? Hát most nem tudom, hogy itt mire gondoltok, hogy levetkőznék ezt el erre azért például, hogy bekerüljek a döntőbe. Mondjuk levetkőznék, hogyha ilyen megközelítésből kell néznem, de egyébként nyilván mindent megtesz az ember, mert hogy ez a legrangosabb dolog az évben, amiben indulhat egy magyar országon élő ismert előadó, vagy akár nem ismert is, teljesen mindegy, de hát azért mi sok mindent teszünk. Mik a tervek 2017-re? Hát a tervek mindenféleképpen nagyon sok élő koncertet szeretnék csinálni, és minél jobban háttérbe szorítani a félplaybekes koncerteket, falunapokat, vagy nem is tudom. Nagyon sok dallal szeretnék jönni, meg szeretném tudni célirányosan, hogy mit bír el ez a dal, és hogy melyik nyomvonalon kell mennem most 2017-ben, és nagyon sok reményt fűzök 2017-hez. Mit üzensz a nézőknek? Hát a nézőknek szerintem azt fogom üzenni, hogy nagyon szeressenek engem, mert én is nagyon szeretem őket, és hogy tényleg egy zeneszerző és egy előadó tényleg mindent a közönségnek csinál, és annál nagyobb öröm nincs, hogyha egy zenész megtalálja a közönségét, és én bízom, hogy én most megtalálom a közönségemet.